A tekettő nézzetek Münchenből, ahol megkaptuk a Red Bag cégtől egy ilyen szép kis ventilátort, amit most majd tudunk használni nyáron, végre itt a nyár egy kicsit, most egy hétig legalábbis itt Münchenben lehet, hogy már kicsit melegebb lesz, és itt tényleg látjuk, hogy 15 euróért majd lehet ezt is akár kint is, bent is használni, mondjuk főleg bentre szerintem találtak ki ezt a kis ventilátort, 15 euróba kerül amúgy, plusz még majd a kiküldési költség, és itt látjuk, hogy úgy hívják amúgy, hogy Satsuma, Made in China persze, hol máshonnan lenne, és nyissuk is ki, nézzük meg mi van benne, és próbáljuk ki, hogyha már most is igazából ilyen szép meleg van. Inni, itt is van már a ventilátor, most kicsit arrébb rakom, mert van benne még egy kis műanyag dolog. Ezt is kiveszem, de a manuál menüről is érdekel, nem át néha elolvasni, főleg akkor nem, hogyha csak ennyi az egész. Persze angolul van, és azt írja le, hogy nem kéne úgy használni, hogy direktben süt rá a nap, vagyis magas hőmérsékletekben, meg direct sunlight, ide direkt rá van írva. High humidity, vagyis hogyha nagyon magas a páratartalom, mondjuk a fürdőben bent, sem ideális az egész, és persze az áramcsapás, stb. Miatt meg rá van írva, hogy 5 voltot kér, és 0,25 wattot fog használni, vagy 2,1 ampert plusz minusz. Na, itt látjuk, hogy az egész egy USB-n működik, kb. 2 méteres a kábel, 1,80 szokott lenni a standard hossz. Vannak kis gumilábak, amit lehet előre, hátra itt tologatni, hátul van egy, meg kettő oldalt itt, ahogy látjátok, van mindenhol egy. Különben az egészet tudjuk forgatni felfelé, előre, komplett másik irányba, igazából ennyi az egész. Lentebb nem lehet, lefelé nem lenne sok értelme, szerintem amúgy se. Hátul van egy kis backups gombunk, ami persze azért jó, mert bedugjuk az egészet a számítógépbe hátul, és hogyha nem akarjuk, hogy még éjjel is menjen, amikor aludni akarunk például, akkor egyszerűen kikapcsoljuk, nem kell megint a számítógép hátra még bújni és kihúzni a kábelt. Na és akkor ez most nekem van itt persze egy kis USB aksim, be is kapcsolom, bedugom ebbe a ventilátoromat, így mi, és még nem kapcsolt be. Be is kapcsolom, és már is elkezd fújni. Most éppen rátok fúj, meg is fordítom. Ha, nem rossz érzés. Csak az a baj, hogy kicsit hallani is lehet azt, hogy zümmög, de csak enyhén, tényleg egy ilyen nagyon mély hanggal. Lehet, hogy egy idő után zavaró lesz, vagy pont fordítva, vagy egy idő után hozzászokunk, főleg, hogy az asztalnál vagyunk. De nekem itt most teljesen kellemes az, hogy fúj rám itt a hideg levegőt. Az, ami ideálisabb lenne talán, hogyha kicsit nagyobb lenne itt az egész fan része, mert szerintem simán lett volna még benne hely egy fél centivel nagyobb fennek, de ami amúgy érdekes, hogy átlátszó az egész, itt úgyhogy belelátunk az elektromos motorba is egy kicsit, úgyhogy látjuk, hogy működik, és mozgatni is lehet, mert elég jól meg van csinálva ahhoz, hogy ne történjen semmi, akkor sem, hogyha mozgatjuk, amiközben használjuk. Különben már mondtam, hogy tényleg lehet így forgatni, és amúgy igazából ennyi is volt ettől a Satsuma kis asztali fúvókával itt nyáron egy 4-5 ezer forintért akár ki is lehet fizetni, Magyarországon lehet kicsit drága lenne, de lehet, hogy nálatok még olcsóban is meg lehet kapni. Itt redbag.in-nél rendeltük meg a Tech2-től, köszönöm, benézhetek, nevem Gábor, Lázs Münchenből, legközelebbig.